A magyar-szerb viszonylagban gondolkodunk, 1926-ban Horthy Miklós a Mohácsi csatának az emléknapján, ugye egy Mohácsi beszédében arra utalt, hogy a szerb és a magyar nemzet, vagy nép, milyen régóta küzdött együtt például az oszmán-török hódítás ellen, és milyen derék katonanép a szerb, és így tovább. És én azt gondolom, hogy ezeket kellene valahogy elővenni, és meg kellene néznünk azt, hogy a történelmünkben melyek a jó együttélési időszakok, melyek a kevésbé jók,